Sziasztok srácok, itt is vagyunk a karriermód következő részével, és ebben a videóban az Arsenallal fogunk kezdeni. Jelenleg a harmadikak vagyunk a tabellán, ahogy láthatjátok, első a Manchester City. Habármi egy mérkőzéssel kevesebbet játszottunk, és egyetlen egy pont hátrányunk van, ha azt a mérkőzést bepótoljuk és nyerünk, akkor a Manchester Cityt is megelőzzük, és akkor átesszük a vezetést a tabellában. Az előző epizódban, ha jól emlékszem, megnyertük az FA kupát az Arsenal ellen, most viszont bajnoki mérkőzést fogunk játszani ellenük, nézzük is akkor a mérkőzést. És ahogy láthatjátok, hazai pályán fogunk játszani ezt a mérkőzést, méghozzá éjszaka, és felhős idő van, ez most szerintem nem nagyon folyásolja be a mérkőzést, de nézzük is akkor, hogy mire jutunk. Egy pillanatig nálunk volt a labda, és már is elveszítettük. Santi Cazorla hozza befele. Ajaj, rá kellene menni. Ó, de helye hatalmasat vét, és ajaj, milyen könnyen műen védekezünk. És megkapjuk az első gólt. Hát ez mekkora egy szerencsétlenség volt ott a kapu előtt. Lehet, hogy el kellett volna rúgni rögtön. Na mindegy, nézzük a folytatást. Schneiderlin, ki a szélre? Lacazette. Nem tudom, mit keres ott, de jó, hogy ott volt. Ajaj, Lacazette! És ott a gól! Kiegyenlítünk a 32. perc végén. Úristen! Szerencse ott Mertesacker volt, mert ha biztos a kosárnyi lett volna, akkor nem tudtuk volna mellette elvinni a labdát. Ott figyeljetek középen, visszafutott, de már nem tudott beleérni, Lacazette pedig estében berúgta a labdát. És így egy-egy az állás. Martial. Ú, de szép labda! Be kell rúgni! Lacazette! És ott a második! Úristen, mekkora gól! Nagyon bealudtak most az Arsenal közép hátvédei. Megy a labda. Nagyon szép Martial. Vissza Hesse. És ott a második gól is. Illetve a harmadik gól is. Úristen, már se tudom, hogy hány gólt rúgtunk. Ez a harmadik gól. Hesse Lingard berúgta a harmadikat is. És így most már a csoda cserévé avanzsálódott, hiszen gondolkodtam, hogy mérkőzés elején kipihentessünk, és úgy gondoltam, hogy Matát mindenképpen jó lenne egy kicsit, és helyre került be Lingard, és meg is szerezte azt a gólt, amire hát igazából nem nagyon számítottam. Jött a kirúgás, és szerintem most már bebiztosítottuk a győzelmünket, habár még ne kiabáljuk el, hiszen még növelhetjük is. Nagyon szép labda Lingard! Lingard! És ott a negyedik gól is! A fiatal játékos két gólt is szerez! Ennyi is lett volna ez a mérkőzés, 4-1-re győztünk, a képen pedig Lacazette. Mindenképpen szerintem ő az egyik legjobb játékos ezen a mérkőzésen, de akkor nézzük is a tabellát. Na és akkor itt is vagyunk a tabellával, ahogy láthatjátok, összesen 2 pont előnyünk van, ami szerintem nem túl sok, de annak ellenére, hogy 10 forduló van hátra a bajnokságból, ez mindenképpen jó. De akkor nézzük is a következő mérkőzést, ami a West Brom ellen fog zajlani, méghozzá idegenben, úgyhogy nézzük is. Na és akkor itt is vagyunk a mérkőzéssel, és mi fogjuk elvégezni a kezdőrúgást, ami egy idegenbeli mérkőzés lesz, méghozzá vizes talajon. Marcos Rojo a labdával még mindig. Nagyon szép labda Mata, ott megy szépen. Ú, de jó labda, nem tudom, hogy lesz-e Lacazette! És ott az első gól, és látom, nem volt les, és így megszerezzük a vezetést. Fú, Rashford nagyon szép paszt adott. Itt megy a labda Rashfordnak, és kapásból tovább vagy a Lacazette-nek, Lacazette pedig könnyörtelenül bevarja az alsó sarokba. Rashford még mindig. Jó labda, Ashley Young, be kellene adni középre. Ott a labda, és ott a gól! Úristen, 2-0-ra vezetünk a 26. percben! Ó, te jó ég, milyen szép fejes gól volt! Mondjuk a beadás is nagyon kellett, itt pedig azt hittem megszerzi az ellenfél a labdát, és Lacazette-en ott volt az egyik hátvéd, de nem igazán volt a helyén, a kapusról pedig éppen, hogy csak becsorog, és így 2-0-ra vezetünk! Úristen! De meg lehetett volna. Labdát szerzünk, Kín még friss, Kín hill a labda, Kín becselezi, és ott a gól. Hát itt szerintem már a védelem meg volt halva. A 66-os besorolású Kínnel megszerezzük a gólt.
Úristen! Hát én erre nem számítottam. Főleg itt, amikor becseleztem, gondoltam, az a hátvéd egy kicsit jobb lesz. Kapus már nem tudott semmit sem csinálni, és így 3-0-ra növeltük az előnyünket. Úristen, ezt én nem tudtam lereagálni. Ajaj. Úristen! És 3-2 az eredmény! Hát én erre... Húha! Nagyon elkönnyelműsködtük itt a végén. 3-2-es győzelemmel ismét 3 pontot szereztünk. Nézzük is akkor a tabellát. Na és akkor itt is vagyunk a tabellával, maradt a 2 pontos előnyünk, hiszen a Manchester City is megnyerte a mérkőzését. Na de nézzük is akkor a következőt, ami hazai pályán lesz a Watford ellen. A Watford kezdte a mérkőzést, és már is támadnak. De jó, hogy megszereztük a labdát. Hol van? Juan Mata? Ment volna Lacazette-nek, de sajnos őt nem tudtuk elérni. Azaz, Valencia. Valencia, Lacazette! És... bekurul a labda! Lehet nem is Lacazette volt, hanem Martial. Martial volt. Hú, rosszul láttam. Mekkora egy potyogolt kapott a kapusunk. Mata kapja vissza. Martialnak megy a labda, Martial! Martial ismét! És... az igen! Lacazette! És... ott a gól! Hú! Azt a mindenit! Megy a labda Lacazette-nek. Úgy is van. Még mindig nálunk. Lacazette! Lacazette! És kipattan a labda, Martial! Megvan a harmadik gól! Megvan a harmadik gól is! És ezzel a győzelemmel zárjuk a mai epizódot. Hamarosan találkozunk a következő részben. Én Lehel voltam, és sziasztok!